Mintegy 1600 hektáron termeltek görögdinnyét tavaly Szabolcs-Szatmár-Berekben, ezzel megyénk már Békést is beelőzte. Amiben viszont elmaradás tapasztalható a térségben az, hogy sokan hagyományos módszerrel, olcsó vetés technológiával végzik a tevékenységet. Mint egy március elejé szezon előtti egyeztető fórumon elhangzott, egyre inkább a korszerű ültetvények kerülnek előtérbe, ahol pedig nem tudják tartani a lépést a fejlődéssel. Az időjárási nehézségek hatására sokan döntenek úgy, felhagynak a termeléssel. Emiatt idén akár 5%-kal is mérséklődhet a dinnye termőterülete, az előrejelzések szerint megyénkben is. Ha csökkenni is fog a terület, én majdnem azt sugalnám, hogy a termés mennyisége nem fog csökkenni, mert ezekről a tökbeoltott dinnyeikből már képesek 800 mázsát is leszedni egy hektáron, míg a helyre vetett dinnye a 400-500 mázsát, ha elérte, ahhoz már nagyon jó külső kedvező csapadékos időjárásnak kellett lenni. Ha visszaesik ez a terület, csökkenés áll be a mi megyénkben, az sajnos azok részére fog beállni, akiknek értékesítési problémájuk volt a tavalyi évben. Egyfajta koncentráció zajlik tehát az ágazatban, amely végső soron azt eredményezheti, hogy a modernebb technológiával, professzionálisabb szemlélettel rendelkező nagyobb termelők miatt nem lesz kiesés a termés mennyiség tekintetében. A folyamat pozitív hatásai közé sorolható az is, hogy egyre többen foglalkoznak népszerű, például magnélküli fajtákkal, amelyekre mind nagyobb a kereslet itthon. A piac változásai között említette a megyei kamara elnök azt is, hogy míg korábban a magyarok szerettek nagy, 8-9 kilós dinnyéket megvásárolni, egyre inkább begyűrűzik hazánkba a nyugaton már jó ideje tapasztalható trend. A németek pedig úgy vásárolnak dinnyét, hogy nem vesznek csak egy 3 kilós dinnyét, amit egyszerre megesznek, és nem tárolgassák ott a hűtőben, meg nem várják, hogy a minősége romoljon. Szóval ilyen, ami a kamionos dinnyéknek, vagy a német piacnak, vagy külföldi piacnak, ahhoz a kisebb termelők nem tudnak, mert nem tudnak olyan mennyiséget termelni, hogy ők egyedül berakjanak egy kamiont. Nem egységes a termékek. Szóval én inkább ebben látom, hogy a kicsik elvesznek a piac hiányossága miatt. Gondot okoz a termelők számára a munkások hiánya is, ami évről évre jelentősen megnehezíti a betakarítást. Rácz Imre szerint a jövedelmezőség csak kézi munkaerő hozzáadásával növelhető. Így kora tavasszal kezdődik egyébként a palánták nevelése, a termelők pedig abban bíznak, hogy esetleges április végi májusi fagyok nem tizedelik majd meg a kiültetett dinnyéket, és a járványhelyzet sem lesz jelentős negatív hatással az ágazatra az értékesítési időszakban. Idehaza egyébként 10-12 kg a fejenkénti éves átlag görögdinnye fogyasztás.